Planéta Simonetta nyáron Debrecenbe igazol. Hazatérsz Magyarországra, a Debrecenbe a következő szezontól. Miért döntöttél úgy, hogy vége lesz a légiós életnek? Hát ugye én már 5 éve eljöttem otthonról, és 5 év alatt elég sok mindent tanultam az életről, a kézilabdáról, és igazából amiért kijöttem, hogy újra visszataláljak magamra, ez alatt az 5 év alatt ez sikerült, szóval amit a légiós élet adhatott, most úgy érzem, hogy az megtörtént, és ideje visszatérni Magyarországra. Az is egy bizonyos szempont volt, hogy a családomhoz szeretnék közelebb kerülni, mivel a mostani vírushelyzet miatt elég ritkán tudok hazamenni. És igazából tényleg az, hogy a legerősebb női bajnokságban játszani újra, már régóta azért motoszkált a fejemben, hogy ideje visszatérni. Miért pont a Debrecen? Volt más megkeresésed is? Volt más megkeresésem is, igen, viszont a Debrecennel tudtam teljesen azonosulni. A csapatban nagyon sok ismerősöm van, barátnőim. Nagyon tetszik a Debrecennek a felépítése, hogy ugye alig van külföldi játékos, fiatalok, idősek egyaránt, nem idősek, tapasztaltabbak. Én is hozzájuk tartozom majd. Szóval nekem ez így nagyon szimpatikus volt, és igazából amikor megkeresett a Debrecen, akkor utána már sokat annyira nem gondoltunk, ez tényleg nagyon hamar létrejött ez a megállapodás, és nagyon-nagyon boldog voltam, és vagyok most is, de akkor tényleg egy ilyen sok hatás volt, hogy komolyan mehetek oda, hát akkor igen. Azt lehet tudni, hogy melyik csapatok kerestek még Magyarországról, vagy akár külföldről? Erről nem szeretnék inkább mondani, ha nem baj. A debreceniek milyen jövőképet vázoltak neked? Beszéltem ugye Szilágyi Zoli edzővel, és ő elmondta, hogy milyen szinten számít rám védekezésben, támadásban, hogy ugye nagyon szeretnének az Európa-kupában induló helyet megszerezni idén, szóval Európa-kupában is már nagyon régóta nem játszottam, nekem az is egy nagyon fontos szempont volt. Hát mindenképpen ugye egy erős a mezőnyben, a mezőny első részén szeretnénk végezni, szóval csak a jó dolgot, ez lett lefestve nekem. És mit gondolsz, egy egészséges Planéta Simonetta mit tehet hozzá a Debrecen játékához? Hát nagyon remélem, hogy nagyon sok jó dolgot. Hát ugye mindenképp, vagyis az egyik fő feladatom az, ami védekezés megerősítése lesz. Támadásban pedig Annával, Kovács Annával fogunk felváltva játszani igazából. Én most tényleg így 2 év kihagyás után úgy vagyok, hogy a tőlem telhetőt fogom megtenni, nagyon szeretnék a csapatot segíteni, és hát meglátjuk, hogy ez a mezőnyben mihez lesz elég. Tudom, hogy most még arról beszélgetünk, hogy egyáltalán mikor térhetsz vissza, de az olimpia motoszkál a fejedben, a mostani olimpia, ha egyáltalán megrendezik? Motoszkál, persze, kinek nem motoszkálna a fejében, de egyelőre még tényleg nem. Ez közeli jövő, viszont ennyire nekem még egy kicsit azért távoli, és ezért inkább nem is gondolkodok annyira, de igen, valahol itt hátul benne van azért a fejemben. Köszönjük, hogy velünk tartasz a YouTube-on, és ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornánkra.